Ülőtornát tartanak az időseknek az óvárosi gondozási központban. Ezen kívül számos hasznos és érdekes foglalkozást biztosítanak az ellátottak számára, akik örömmel vesznek részt a képzéseken. Sokan vagyunk, és jól érzem magam itt aztán. Azt így föltalálom itt magamat. Ebéd van, meg minden aztán. Az intézmény otthonául szolgáló épületet 25 éve alakították át, emellett 3 éve már a demens személyek ellátása is feladataik közé tartozik. Krausz Istvánné gondozó kiemelte, a foglalkozások nagyban hozzájárulnak az ellátottak állapotának javulásához. Eleve van jó pár ilyen súlyosabb demens volt, úgy mikor ide kerültek, abszolút még szóhoz se, szóval nem tudtuk rávenni arra se őket, hogy beszélgessenek. Most már bekapcsolódnak a játékokba, énekelgetnek, jobban tudják a mozgáskoordinációt is a tornákkal, úgyhogy szerintem nagyon is fejleszthetők. Az idősek klubjában jelenleg 30 fővel foglalkoznak, valamint csaknem 10 demens személy nappali ellátását végzik. Szeretnének azonban mind infrastruktúrális, mind képzésbeli fejlesztéseket végezni, hogy szükség esetén még több idős ember tudjanak gondozni. Gyöngyösiné Hoffer Szilvia, az intézmény vezetője szerint a közösség nagyban hozzájárul az ellátottak állapotának javulásához. Aki egyedül él otthon, bezárva úgymond a saját kis lakásába, nagyon rossz mentális állapotban, akár depresszióval küzdő idős emberek. Itt viszont, és nem egy időssel találkoztam, itt teljesen kivirultak, kinyíltak, nagyon várják, hogy itt lehessenek, nagyon jó a közösség, nagyon jól érzik magukat. Én legalábbis én ezt látom, ezt tapasztalom. Az intézmény hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 4 óráig van nyitva, délelőtt és délutánonként is tartanak készségfejlesztő foglalkozásokat. Az óvárosi gondozási központba személyesen lehet jelentkezni nyilatkozat kitöltésével, demens személyek esetén pedig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház demencia centrumának ajánlásával.